Ajj. Keszeg. Ez bizony nagyon sovány. Ez egy újítás, nem én találtam ki. Drótkefe. Kérem szépen, a sűrűs pikkelyű halat például a csukát, süllő, compót, úgy lehet vele takarítani, úgy viszi, mint a tököt. Ikra, hal belsejéből csak ezt használom föl, nagyon jól sűrűsíti a levet. Keszegleves hozzávalói. A halászléhez személyenként fél kiló halat számolunk. A keszeglevesnél, mivel ez nagyon sovány hal, egy kiló halat kell venni egy főre, hozzáadunk még majd később három nagy maroknyi lebbencs tésztát a sár közben. Ezt használjuk. Három nagy fej. Vöröshagyma, egy-két gerezd fokhagyma, ahány liter víz, annyi enyhén pupozott evőkanálnyi törött paprikát rakunk hozzá, őről törött paprikát, sót ízlés szerint, és hogy házasítjuk a kövér disznót a sovány hallal, kérem szépen, a kövér disznónak a szalonnáját, a zsírját kisütjük, és ebből egy rántást csinálunk, amelyet majd aztán összedolgozunk a hallal. De ezt nézzük meg a bográcsban. A szalonnát kisütni lángon nem szabad. A lángoló fákat rakjuk félre. És csak a parázson. A parázson nagyon finoman, egyöntetűen és szép, komótosan ki fog sülni a zsír. Nagyon oda se kell figyelni rá. Kiszedjük a szalonnát, és jöhet a hagyma. A hagymát beleöntjük a zsírba. A hagymát nagyon fontos, lángon nem lehet dísztelni. A tűzről félre húzzuk a dísztelt hagymát, és amikor lankad a forrása, belehintjük az őrölt paprikát. Nem kell sokat, egy kanálnyi elég. A halételeknél a fakanalat csak eddig a periódusig lehet használni. Később már el kell felejteni. Jöhet a víz. Annyi vizet öntünk hozzá, hogy ellepje a halat. Innentről kezdve pedig csak egyre figyeljünk, hogy a tűz az aztán égjen, ahogy tud, és a hal zubogjon, rotyogjon. Semmi másra nem kell figyelni. Ezt az ételt a szegény paraszti halászok találták ki, akik miközben a földjeiket művelték, ott húzódott a folyó, hajnalonként halásztak is benne. Na már, fogtak jó halat, nemes halat, pontyot, süllőt, harcsát, de ezt a halat eladták. A rossz halat, azaz a fehér halat, azt pedig megtartották maguknak, és ebből főztek maguknak ebédet, vacsorát, de ezt úgy meg kellett csinálniuk, ezt a semmire való fehér halat, keszeget, főleg így hívták a keszeget, hogy az finom legyen. Ezért aztán kitalálták ennek az elkészítési módját. Így ez az étel igen ízletes, amit aztán később átvettek a jobb módúak is. Ebbe a bográcsba kb. 4 liter vizet tettem, tehát 4 enyhén fukozott kanál paprikát kellett tenni. Mindentről kezdve már csak egy kis fokhagyma, paprikakrém, amit saját magam őröltem, daráltam, gyakorlatilag a lebbencsel meg lesz ez bolondítva. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből az ételből. A fokhagyma
fokhagymát vékony szeletekre vágva beledaraboljuk. Eltelt a 30 perc a forrásban, levesszük a halat. És kiszedjük a bográsból a halat. Erre a halra már nem lesz szükség. Nekünk itt az érték ennek a halnak a leve. Azért hagyunk benne az ikrából, az jót tesz neki. Amikor az utolsó halat is kiszedtük, a lobogó tűzre visszarakjuk a bográcsot. Halli újra forni kezd, akkor beletesszük a lebbencset. Ekkora adaghoz 3 nagy maroknyi lebbencs tészta az elegendő. De ekkor már vigyázni kell, és fakanállal állandóan résen kell lenni, mert oda tudja kapni a tészta a bogrács aljához. Ezt addig főzzük, amíg a tészta ki nem föl. A tészta kész, jó, le lehet venni a bográcsot. Stábunk 3 személyes. Önök itt 4 terítéket látnak. Nagyapám szerint, fiam, mindig egyel több terítéket tegyél az asztalra, hát, ha beállít egy váratlan vendég, ne legyen meglepetés. Jó étvágyat kívánok!